Jó estét kívánok! Önök a Dunaföldvár Televízió március 20-ai adását látják. Ez itt a Földvár Mozaik, városunk legfrissebb híreinek összefoglalója. Ma esti adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. Szerencsés volt a véradás időtartamának megváltoztatása. Az idejében próbálkozunk azzal, hogy adunk lehetőséget azoknak a véradóknak is, akik eddig azért nem tudtak ideérni a véradásra, mert dolgoztak, és 4 óráig nem tudtak ideérni. Úgy gondoltuk, hogy az idejében a 2 napos véradáson az egyik véradást azt nappalra terveztük, a másikat pedig délutánra, azaz déltől este 6 óráig leszünk, hogy lehetőséget kapjanak azok a véradók is, akik eddig szerettek volna vért adni, de a munkahely miatt nem tudtak ideérni. A bölcsőde udvarának rendbetétele céljából szerveztek jótékonysági bált az intézmény dolgozói. A legelső bölcsődés bált azért rendeztük, hogy a bevételéből egy alapítványt tudjunk a bölcsődé számára létrehozni. Ez már második éve működik is, ugye a Dunaföldvári Bölcsődé támogató alapítvány néven, és ennek a számláját szeretnénk gyarapítani. A környékbeli gazdák számára tájékoztató előadást tartottak bölcsként. Megoldásokat szeretnénk nyújtani a gazdáknak a növényvédelmi problémák leküzdésére. Minden szezon, minden év más-más problémát hoz elő, és cégünknek minden évben vannak újabb és újabb megoldásai. Ezek legyenek új eljárások, új készítmények, új kombinációk, és ezeknek az új felhasználási lehetőségeivel, technológiai megoldásaival szeretnénk a kedves gazdákat megismertetni. A mesék szépsége és varázsa indította el pályáján Kóka Rozália mesegyűjtőt. A szomszédunkban egy nagyon nagy tehetségű mesemondó bácsi élt, de iskolás korom előtt meghalt, tehát tulajdonképpen az ő meséire egyáltalán nem emlékeztem, csak a mese jó ízére, a mese szépségére, és azt mondhatom, hogy zsenge ifjam, már elkezdtem mesét gyűjteni, 18 éves voltam, amikor az első mesegyűjteményem megszületett, és attól kezdve tulajdonképpen valamilyen formában mindig gyűjtöttem, és foglalkoztam a mesékkel. Április 6-áig látogatható a csipke kiállítás a Városi Könyvtárban. A legbonyolultabb, talán nem is annyira bonyolultabb, hanem hosszú ideig tartott megcsinálni a nagy terítőt, ami az ebédlőasztalra való terítő. Első alkalommal rendezték a Tolna megyei sakversenyt városunkban. A sakversenyt a Tolna megyei sakszövetség, röviden a Tolna szervezi szakmai oldalról, és vándorló verseny sorozatról van szó, Rozsnyai Mátyás emlékére, amelyik egy tanév során 8 helyszínen bukkan fel a megyében, és most először kerül Dunaföldvárra a versenysorozat. Cikó csapata ellen lépett pályára a hétvégi bajnoki fordulón, megyei első osztályú labdarúgó csapatunk. Erőnléti problémáink biztos, hogy nincsenek. Január 2-án elkezdtük a felkészülést, néhány NB1-es csapat is csak január 16-án. Heti 4-5-öket edzettünk, rengeteg edzőmeccset játszottunk. A munka bennünk van, reméljük, hogy ez kamatozni fog a későbbiekben. A Vöröskereszt helyi szervezete megtartotta az év első véradását. A 2012 a véradások történetének jelentős állomás, hiszen 2 napos véradások lesznek ebben az évben. Most március elején az első ilyen 2 napos akció zajlott le. Ferencéri Vesztergombi Klárával, Paksi Városi Vöröskereszt titkárával beszélgetünk. Kérem, értékelj a 2 nap tapasztalatait. Az idejében próbálkozunk azzal, hogy adunk lehetőséget azoknak a véradóknak is, akik eddig azért nem tudtak ideérni a véradásra, mert dolgoztak, és 4 óráig nem tudtak ideérni. Úgy gondoltuk, hogy az idejében a 2 napos véradáson az egyik véradást azt nappalra terveztük, a másikat pedig délutánra, azaz déltől este 6 óráig leszünk, hogy lehetőséget kapjanak azok a véradók is, akik eddig szerettek volna vért adni, de a munkahely miatt nem tudtak ideérni. Én azt úgy érzékelem, hogy eddig, hát körülbelül ott tartunk, mint ahol az egynapos véradásoknál szoktunk, de még van 1 óra, és bízom abban, hogy még az 1 óra alatt jönnek véradók.
A tegnapi napon 68 volt a megjelent véradó, 65-nek sikerült vért adni, 3 főt valamilyen betegség miatt az előzetes orvosi vizsgálatnál kiszűrtek a véradásból, és tegnap 4 új véradó jelent meg. A mai napon az új véradóknak a száma ez sokkal jobb. Eddig 7 új véradónk volt, és 55-en voltak. Bízom abban, hogy még 6 óráig ez a létszám nőni fog. Tudjuk azt, hogy vannak rendszeres véradók, akik minden alkalommal megjelennek. Ezek szintén jelen voltak a mai alkalommal is, illetve tegnap? Igen, igen, ezek a véradók, ezek minden alkalommal nagyon-nagyon szorgalmasan jönnek és nyújtják a karjukat, mert átértékelik azt, hogy a vér ez mással nem pótolható, és soha nem tudni azt, hogy kinek a családjában vagy saját magának lesz szüksége vérre. És én azt gondolom, hogy őket valamilyen szinten ez már megérintette, lehet, hogy családon belül, hogy volt arra a precedens, hogy vér kellett valakinek, és ők tudják, hogy muszáj, hogy jöjjenek, mert vért adni csak azt tud, aki egészséges, és ha az ő családjukban lesz erre szükség, akkor ők biztosan számíthatnak arra, hogy kaphatnak vért. Mik azok az okok, amik miatt valaki véradásra jelentkezik, de mégsem alkalmas arra, hogy levegyék a vérét? Az általános dolgok azok ilyen, hogy magas vérnyomás, vagy gyógyszerszedés, hogy meg van fázva, vagy herpesze van, vagy piercinget kapott, ilyesmi miatt van, hogy kiszűrik, de ez csak egy-egy véradásra aktuális. A következőnél már nem kiszűrési tényezés, akkor már jöhet. Tehát elmondhatjuk azt, hogy ez a kétnapos véradás végül is sikeres volt? Én úgy gondolom, hogy igen. Talán a véradók is örülnek annak, hogy van lehetőségük arra, hogy válasszanak. Amikor a munkahelyükön engedi az idejük, akkor jönnek el vért adni. Úgyhogy én úgy nyugtázom, hogy igen, sikeres ez a kétnapos véradás. Mikor lesz a következő kétnapos alkalom? Júniusban lesz, illetve ebben az évben még 3 alkalommal lesz ezen kívül véradás, és mind a 3 alkalom az kétnapos lesz. Júniusban lesz, szeptemberben lesz, illetve decemberben az adventi véradás. 3. alkalommal szervezték meg a bölcsödés jótékonysági bált. Lezajlott a Dunaföldvári Bölcsödés Bál. Hányadik alkalommal szerveztétek meg a bált? Az idén került 3. alkalommal megrendezésre ez a bál. Mi volt a program? Az ISIS hastánc csoport felajánlotta szíves közreműködését a bálon. Részt vettek az óvodások, az óvodás csoport is, illetve felnőttek is, és egy nagyon színvonalas produkcióval szórakoztattak minket. Az est további része hogyan zajlott? Hát a hastánc csoport fellépése után megtörtént a vacsora, ami nagyon finom volt, ezúton is köszönjük a étterem dolgozóinak és szakácsainak a finom vacsorát, ezután pedig éjfélig mulattunk, éjfélkor tombola sorsolás volt, ezután pedig hajnalig ismét mulattunk. Milyen ötletből született ez a bál? A legelső bölcsödésbált azért rendeztük, hogy a bevételéből egy alapítványt tudjunk a bölcsödők számára létrehozni. Ez már második éve működik is, ugye a Dunaföldvári Bölcsödé támogató alapítvány néven, és ennek a számláját szeretnénk gyarapítani. Van-e valamilyen konkrét cél, amire most az idei bál bevételét szeretnétek fordítani? Igen, van. Ugye a bölcsöde épületét nagyon szépen felújítatta az önkormányzat, illetve pályázati pénzből nagyon szépen felújították. Sajnos az udvarra már nem maradt forrás, ezért úgy gondoltuk, hogy elsődleges célunk az lesz, hogy ezt a játszókertet rendbe tegyük a gyerekek számára használhatóvá. A bevétel hogy sikerült? Elegendő lesz erre a felújításra az összeg? Hát egy elég komoly bevételre tettünk szert, kereken 100.000 forinttal gyarapodott az alapítvány számlája. Azt gondolom, hogy ez így önmagában nem elég, de ugye van már a számlánkon az előző évek bájaiból származó bevétel, illetve az idén első alkalommal az adó 1%-át is fel lehet ajánlani a bölcsődének, és azt gondolom, hogy így már el tudunk indulni a felújítás felé. Úgy tudom, hogy nem csak a résztvevők, hanem akik nem tudtak elmenni a bálba, ők is tudták támogatni a rendezvényt. Ez hogyan került kivitelezésre? Hát úgy hirdettük meg, hogy aki támogatni kíván bennünket, az itt a bölcsödében vásárolhat támogatójegyet, vagy tombolatárgy felajánlásával is lehetett támogatni minket. Nagyon örültünk neki, hogy nem csak a bölcsödés szülők, hanem számos magánszemély vállalkozó is jelezte támogatási szándékát, és ebből tudtuk ezt a komoly bevételt megszerezni. Milyen egyéb programokat terveztek az év során még a bölcsöde gyerekei számára?
Hát a legközelebbi az majd egy húsvéti családi délután lesz. Ezt csak a mi gyerekeinknek szoktuk szervezni. Ennek keretében délután egy olyan másfél-két órás kis játszóházat, kézműves foglalkozást szervezünk a gyerekek, illetve a szüleik számára. Ezután lesz majd június 1-én a bölcsödei gyereknap. Ez külsősök számára is, tehát bölcsödéskorú, nem bölcsödés gyerekek számára is meghirdetjük. Itt szokott lenni légvárarcfestő, lufi bohóc, valami kedves kis műsor, és itt is nagyon sok támogatást szoktunk kapni, attól függetlenül nem kérjük, de úgy gondolják a szülők, hogy ők szívesen hozzájárulnának a bölcsödei élet színesítéséhez. Majd a nyár folyamán júliusban lesz még egy ilyen záróparti, ami ilyen habpartival szokott színesedni, illetve majd március végén fog nálunk az óvoda vezető egy szülői értekezletet tartani az óvodába távozó gyerekek szüleinek, illetve ide is jöhetnek külsős szülők is, és tervezünk még a tavaszi időszakra nyílt napokat, amikor be lehet jönni hozzánk egy kicsit körülnézni, és kedvet csinálunk a bölcsödébe járáshoz. Új mezőgazdasági ismereteket szerezhettek azok a gazdák, akik ellátogattak a bölcskei agrár előadásra. Az Agrobölcske ZRT évek óta nagy sikerrel szervezi a téli napok előadássorozatot, agrár előadássorozatot, amelyre meghívott szakemberek érkeznek, és a környékbeli gazdáknak, érdeklődőknek tartanak előadásokat. János, az idei évben milyen témákról volt szó, kik voltak az előadók, honnan érkeztek? Hát elég szélesebb paletta tulajdonképpen, sok előadás volt már, hatodik előadásnál járunk, úgyhogy a különböző cégeknek a képviselői, akkor általában vetőmagos cégek képviselői, nőgyógyszeres cégek képviselői tartottak előadást, aztán most éppen a talajműveléssel kapcsolatban folyik egy nagyon magas szintű előadás Birkás professzor asszony részéről. Itt tulajdonképpen itt a környék, itt van Dunaföldvár, Madocsa, Bölcske, most van Solt, Harta, aztán Szekszárd környéke is, itt van Paks környéke, tehát én úgy érzem, hogy egy kis pluszt kapnak a gazdák ezeken az előadásokon, és egy ilyen képzés szempontjából, tanulás szempontjából nagyon jó. Hogyan, miképpen értesítitek a érdeklődőket, a gazdákat? Hát ez levélben is értesítjük őket általában, és azon kívül mindig a előadáson megmondjuk, hogy mi következik témakörben, tehát és mondják egymásnak, és tehát itt nincs az, hogy nem jöhet, mindenki jöhet, akit érdekli, szeretettel várjuk, és hát ha egy kicsit többet tudunk nyújtani már a mezőgazdaságnak, és ezzel én úgy érzem, hogy ilyen szempontból nagyon jó. Fekete Zoltán az egyik gyártócég területi képviselője. Miről tart majd előadást az érdeklődőknek? Megoldásokat szeretnénk nyújtani a gazdáknak a növényvédelmi problémák leküzdésére. Minden szezon, minden év más-más problémát hoz elő, és cégünknek minden évben vannak újabb és újabb megoldásai. Ezek legyenek új eljárások, új készítmények, új kombinációk, és ezeknek az új felhasználási lehetőségeivel, technológiai megoldásaival szeretnénk a kedves gazdákat megismertetni. Az érdeklődés elég jelentős, gondolom lesznek kérdések is, valószínűleg is felkészült. Természetesen, hiszen mindenkinek egyéni problémája van, másképpen áll hozzá a kérdésekhez, vetés időben, fajtában eltérések vannak különböző növénykultúrákban, mindenkinél egy egyedi eset a növényvédelem, és ezt meg kell oldani, ezeket a problémákat. A konkurens cégek közt a verseny nagy, egyre nagyobb. Gondolom a cég is azon, hogy minden évben tudjon újat produkálni. Ez hatalmas tudományos kutató kapacitás szükséges. Így van, hát a mi cégünk az egy fejlesztő cég, nagyon nagy tudományos háttérrel és kutató háttérrel dolgozik. Mi megígértük 10 évvel ezelőtt, mikor Magyarországon a cégünk megalakult, hogy minden évben fogunk új megoldást hozni a magyar mezőgazdaság számára, és eddig még minden évben teljesítettük ezt az ígéretünket, ez az idén is így lesz. Kóka Rozália, mesegyűjtő, a Magyar László Gimnázium diákjainak mesélt. A Berzenagy Ilona Városi Könyvtár szervezésében itt a Magyar László Gimnáziumban tartott egy rendhagyó irodalom órát 7.-8. osztályosoknak, ami egy történelem órával indult. Amikor Dunaföldváron átutazom, vagy pedig a hídon át kell valahogy mennem, akkor mindig eszembe jut az a nagy tragédia, ami az én népcsoportommal, a bukovinai székelyekkel történt, és a
1944-es menekülés az ezen a tájon vitt át, és a leszakadt komp és a lebombázott hidak miatt itt 6 hétig tanyáztak a bukovinai székelyek októbertől november elejéig. Sokan itt szültek, sokan meghaltak. Azon kívül még egy kis magán történelem is, hogy a kompon a szekerünk, amin engem is vittek volna át, a ló hátrálni kezdett, és majdnem belementünk a Dunába. Sokszor elmesélték a szüleim, tehát mindig eszembe jut ez a kis történet, de még azért is kedves nekem ez a hely, mert nagyon szeretem a cukrászdában az ország legjobb krémesét, és mivel Érden van a Magyar Földrajzi Múzeum, bár nagyon rossz tanuló vagy diák voltam, egyszer bosszúból megfogadtam, hogy nem tanulok földrajzot, mert 3-ast kaptam, de az Érdi Földrajzi Múzeum baráti körébe tartozom, és hát gyűjteményem is van a múzeumban, úgyhogy rengeteg előadást meghallgatok, és nagyon örültem, hogy a gimnáziumot Magyar Lászlóról nevezték el. Hál' Istennek, ugye megmenekült itt a dunaföldvári majdnem tragédiából, és ezt követően Tolna megyében telepedtek le. 45-ben települtünk le Tolna megyében, Felső-Nanán. Egy kicsi vakbél falu, ami meg de csak egy út vezet be, de ki nem vezet. Székelyek, svábok és felvidéki magyarok éltek együtt. Alig voltunk 1000-en, és 20 éves koromig ott voltam. És azután a családom Érdre költözött, mire a tanítóképzőt elvégeztem már. Addigra Érden laktunk. Ott voltam tanító, majd népdal körvezető. Máig is az vagyok, 40 éves az együttesem, éppen tavaly ünnepeltük a 40. évfordulónkat, és gyűjteményt hoztunk létre a Magyar Földrajzi Múzeum Kebelében. És most egy jó nagy kanyar után ismét költözöm vissza Érdre. Törvényszerű volt-e az, hogy a bukovinai székelyek népdalkincsét, mesekincsét felkutassa, összegyűjtse? Olyan hatások értek engem egész kicsi gyerekkoromban, hogy bizonyos, hogy arra inspiráltak, hogy erre én jobban figyeljek, mert eleinte csak figyelésből állt az én tevékenységem. A szomszédunkban egy nagyon nagy tehetségű mesemondó bácsi élt, de iskoláskorom előtt meghalt, tehát tulajdonképpen az ő meséire egyáltalán nem emlékeztem, csak a mese jó ízére, a mese szépségére, és azt mondhatom, hogy zsenge ifjam, már elkezdtem mesét gyűjteni, 18 éves voltam, amikor az első mesegyűjteményem megszületett, és attól kezdve tulajdonképpen valamilyen formában mindig gyűjtöttem, és foglalkoztam a mesékkel. A dunaföldvári gimnazisták nem csak a mesét ismerhették meg, hanem az ön előadásában a mese ízét is. Hogy érezte itt köztünk magát? Nagyon jól éreztem magam, nagyon figyeltek a gyerekek, amikor komoly dolgokról esett szó, és derűsek és aranyosak és vidámak voltak, amikor tréfás dolgokról esett szó. És azt gondolom, hogy nem múlik el nyomtalanul egy ilyen találkozás a gyerekekben sem, mint bennem sem. Az előadás végén lehetővé tette a diákok számára azt, hogy kérdezzenek, akkor nem mertek kérdezni, de van egy kérdés, amit többen föltettek, és most tolmácsolom. Megszoktuk azt, hogyha Dunaföldváron találkozunk, akkor mindig nagyon szépen az alkalomhoz illően öltözik fel, és az volt a gyerekek kérdése, hogy ez a ruha, ez mit jelent? Ez a ruha nem népviselet, hanem iparművészek által készített ruha. Azt jelenti mindenképpen, hogy én meg akarom tisztelni azokat, akikkel találkozni fogok, és szépen és rendesen akarok felöltözni. Öltözöm időnként népviseletbe is, de egy kicsit bonyolult, hogy bőrönben nagy ruhadarabokat hozzak magammal, de mindenképpen a részemről a tisztelet adás jele, és egy kicsit el akarom választani ezeket az órákat, amit együtt töltünk a hétköznapoktól.
Az előadás során a gyerekek megismerhették az ön köteteit, és hát több száz mese az, ami csak a kötetekben szerepel. Van-e még gyűjteni való anyag? Van-e még mit kötetbe foglalni? Tulajdonképpen azt gondoltam már, nem gyűjtök több mesét, mert nagyon sok és fontos életanyagot kellene lejegyeznem. Ez a mi Bácskából való menekülésünk, az, azt mondhatom, hogy szinte személyre szólóan, családonként más és más történelmet takar. És most az legutóbbi ilyen jellegű kutatásom az a bácskai meneküléskor elpusztított 42 embernek és a családjaiknak a sorsáról szól. Azon kívül megkerestem a bácskai falvaknak a neveit, mert amikor minket oda telepítettek 41-ben, akkor a régi bukovinai falvak neveivel új neveket alkottak, tehát Bajmokon születtem, és a Bajmoknak egy kültelki részén, és azt Hadikújfalunak nevezték, de született Bácsi József falva, Bács Isten segíts, András mező, stb. És akkor ezeknek megkerestem a régi magyar nevét, a háború előttét, azután a bukovinai időben, a 3,5 év alatt használt nevét, és a mostani szerb nevét is, mert sokan vágyakoznak arra, hogy elmenjenek a szülőházukhoz, de azt se tudják, hogy hol van. És ahogy ezzel a munkával dolgoztam, az együttesem tagjaiban is, hogy úgy mondjam, felé lett a vágy, hogy ezeket a helyeket felkeressük, úgyhogy a következő nyáron, hát most hamarosan, azt gondolom, hogy végigmegyünk ezeken a falvakon. Hát bizony elég sok, mert 31 falu, amit eddig legalábbis megtaláltam. A Berze Nagy Ilona Városi Könyvtárban csipke kiállítás nyílt. Április 6-áig látható a Berze Nagy Ilona Városi Könyvtárban Molnár Péterné horgolt csipketerítőinek kiállítása. Arra kérem, hogy mutatkozzon be a dunaföldváriaknak. Molnár Péterné vagyok, solti születésű, Solton élő, nyugdíjas, 3 éve nyugdíjas. Hogyan kezdett el csipketerítőket horgolni? Hát még kis lánykoromban, az iskolában kezdtem el gyakorlati órán, vagy valami ilyesmi, és meg utána anyukámtól tanultam lényegében. Fiatalabb koromban inkább kevesebbet horgoltam, utána nem volt rá idő, gyerekek nevelése, meg a munka mellett nem volt idő horgolni, és most mióta nyugdíjba jöttem 3 éve, azóta kezdtem újra. Honnan szerezte a mintákat, az ötleteket ezeknek a terítőknek az elkészítéséhez? Lehet újságokat kapni, és abból ilyen horgolási újságot, és abból először a könnyebb mintákat csináltam, és hát onnan. Elsősorban terítőket készít, vagy más jellegű horgolt munkákat is? Most elsősorban még terítőket, de van rá igény, mert a lányom már kérte, hogy mást is próbáljak neki csinálni. Ezek a terítők napi felhasználásra kerülnek, vagy egyelőre a vitrín mögött őrzi őket, illetve kiállításokra viszi őket? Hát napi felhasználásra inkább, meg hát a szekrényben vannak, meg ajándékoknak horgolom. Ami szembe tűnik itt a terítőknél, hogy bár mindegyik horgolt, azért különféle minőségűek ezek a terítők. Ezt elsősorban az anyag jelenti ennek a minőségnek az alapját? Igen, lehet különböző anyagokat kapni, vagy különböző cérnákat, vékonyabbat, vastagabbat, színbe is többfélét. Egy-egy terítőt lehet-e mérni azzal, hogy hány munkaórát fektet bele, megszámolja-e, vagy figyeli-e, amikor készíti ezeket? Nem szoktam figyelni. Hát úgy, amikor van rá időm, akkor csinálom. Melyik terítő az, amelyikre a legbüszkébb, amelyik a legbonyolultabb? Hát legbonyolultabb, talán nem is annyira bonyolultabb, hanem hosszú ideig tartott megcsinálni a nagy terítőt, ami az ebédlőasztalra való terítő. Otthon készíti ezeket a terítőket, vagy Solton van olyan kézimunkaszakkör, ahol közösen tudnak dolgozni? Otthon készítem, nincsen ilyen kézimunkaszakkör, én próbálom magam ezzel eltölteni az időmet. Említette azt, hogy
az iskolában, illetve az édesanyjától tanulta meg a horgolás alapjait. Egyszerű volt nyugdíjasként újságból újra tanulni a horgolást? Hát elég jók a minták most, könnyen le lehet róla olvasni, vagy legalábbis én le tudom róla olvasni. Nekem a mostani minták egyszerűbbek, mint a korábbiak voltak, ami szövegben volt, itt minták le vannak rajzolva, és nekem ez így egyszerű, vagy lemásolni, vagy megcsinálni róla. Azt tudom, hogy ha a boltba szeretnék ilyen horgolt terítőket vásárolni, akkor bizony elég borsos az áruk, hiszen nagyon sok munkaórát belefektetnek. Maga a hobbi, a szabadidős tevékenység, maga a horgolás olcsó, vagy inkább drága szórakozás, mulatság? Drága szórakozás, mert elég drága maga a fonál, amit belefektetünk. De nekem ez megnyugtat, meg szórakoztat, meg leköti az embert, mert szépek, mikor elkészülnek, és ez így nekem tetszik. Említette azt, hogy már a lánya jelezte, hogy nem csak terítőkre vágyik, hanem más jellegű ajándékokra is. Abban az esetben, hogyha már nem terítőket fog készíteni, van-e ötlete arra vonatkozóan, hogy miket fog horgolni, illetve mit lehet még egyáltalán horgolni? Hát lehet blúzokat, vannak ilyen minták, majd megpróbálom, hát hogyha az is sikerül. Én azt tapasztaltam, hogy aki egyfajta kézimunka tevékenységet végez, horgol, köt, az más területeken is kipróbálja magát. Így van ez az ön esetében is? Igen. Hát hímeztem korábban, igaz, most erre fektettem az időmet, de nagyon sok kézimunkám van, amit tehát korábban csináltam, hímeztem, vagy hát inkább a hímzés, az kalocsai hímzést, meg egyszínű fehér hímzést, ilyennekkel foglalkoztam. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 3 év alatt ön azért már nagyon jól elsajátította a horgolás technikáját. Azoknak, akik most kezdenék el ezt a hobbit, mit ajánlana? Hogy kezdjenek el horgolni? Hát vannak ezek az újságok, amikből lehet tanulni. Vannak olyan minták, amik direkt kezdőhorgolóknak ajánl, és ez így indultam én is újból. Dunaföldváron tartották a Tolna megyei sakkbajnokságot. Szmodics Lászlóval beszélgetek, a Hunyadi Parkban vagyunk, ahol egy sakkverseny zajlik. Kinek a szervezésében? A sakkversenyt a Tolna megyei sakkszövetség, röviden a MAT-Tolna szervezi szakmai oldalról, és vándorló verseny sorozatról van szó, Rozsnyai Mátyás emlékére, amelyik egy tanév során 8 helyszínen bukkan fel a megyében, és most először kerül Dunaföldvárra a versenysorozat, ahol mindig kell egy helyi fogadó partner, ez most a Mezőföld Gimnázium Szakiskola, illetve a Bella István iskolának a központja a Hunyadi Parkban, a volt szakiskola épületben. Ez a szakiskola itt bérli ezt a helyet, és így működik. Hogyan illik a profiljába egy ilyen sakkverseny ennek az iskolának? Így van, a szakiskola bérlője ennek az épületrésznek, és felnőttek gimnáziumi oktatása, illetve meghirdetett szakképzésekre diáktoborzás folyik jelenleg, illetve tanfolyami foglalkozások zajlanak ebben a pillanatban is. A sakkversennyel való kapcsolat természetesen mindig valami félig véletlen, de mégsem véletlenszerű. Jelen esetben arról szól a történet, hogy a csemetünk sakkozik, aktív versenyző évek óta, és Fejér megyében is van egy hasonló versenysorozat, meg itt Tolna megyében is, ő mind a kettőn rendszeresen részt vesz, és amikor az évad elején helyszín toborzás folyt, akkor arra gondoltunk, hogy ha Dunaföldváron nem volt eddig Rozsnyai Mátyás emlékversenysorozatban helyszín, akkor miért ne csalnánk ide, hiszen tudtuk, hogy itt korábban volt aktív sakkélet, illetve még egy tanévvel korábban is az általános iskolának is volt sakkszakköre. Tehát akkor ez nem szorosan a képzés része, hanem egyszerűen összekötötték a versenyt az oktatással. Így van, mert úgy gondoljuk, hogy a szellem bármiféle pallírozása az mindig remek segítő eszköz, bármilyen korosztály számára, és a sakkban többek között az a csodálatos, hogy életkortól függetlenül a mai rendkívül fölpörgetett sakkéletben 8-10 éves gyerekek is felnőtt versenyzőknek méltó ellenfelei tudnak lenni. Tehát a nemzedékek között is egy fantasztikusan hatékony kapocs, és nyilvánvaló nagyon jó időtöltés, nagyon jó szellemi tréning.
kiknek a számára hirdették meg ezt a versenyt? Ez elsősorban gyermekverseny jelenleg, 8-10, 12 és 15 éves korosztályban folyik a verseny. A négy kategóriában pillanatilag most 59 versenyző ült asztalhoz, és korosztályonként, illetve azon belül nemenként hirdetnek eredményt. A korosztályoknak egy-egy győztese egy kupát, az első Dunaföldvár kupát kapja majd készhez, és a helyezettek érmeket, okleveleket fognak díjazásként kapni. Versenysorozatról van szó, van itt továbbjutás? Nem továbbjutás van, hanem a versenysorozatban, ha valaki sok versenyen részt tud venni, akkor a hat legjobb eredményből egy összesített végső sorrend is születik, ami az évad egészére egy ilyen kicsit erő sorrend, bár mondom, sok múlik azon is, hogy el tudott-e menni valaki legalább hat versenyre. Akik el tudnak menni, azok között egy nagyon érdekes rangsor alakul ki. Dunaföldvár életében biztos, hogy ez az első, de a gimnázium életében? A gimnázium életében ez a harmadik ilyen sakkverseny, mert a intézménynek Fejér megyei helyszínei közül Sárbogárdon és Adonyban is rendeztünk már a Fejér megyei sakkszövetséggel karöltve hasonló versenyeket az előző ősz folyamán, és az idei naptárében is várható, hogy azokon a helyszíneken is pártoljuk ezeket a versenyeket. Évente egyszer van egy ilyen verseny, akkor jövőre lesz ismét? Reméljük, hogy egy év múlva újra találkozunk. Feltétlenül bízunk a hasonló meleg fogadtatásban és támogatásban, hiszen az önkormányzat is tud róla és pártolja, és Takács Zoltán képviselő úr nyitotta meg a versenyt, illetve a Takarék Szövetkezet pedig a díjazásról gondoskodott, a serlegeket, érmeket ők biztosították, úgyhogy szeretnénk jönni jövőre is. Molnár Bélával beszélgetek, nemzetközi sakkmester itt Dunaföldváron a sakkversenyen. Milyen gyakran szervez ilyen versenyeket? Ez egy megyei rendezvény, ami egy sorozatverseny tulajdonképpen, és 8 versenyből áll maga a sorozat, különféle helyszíneken, általában itt a megye végvárai, ami a sakkozás szempontjából igazából a mi kis szervezetünknek az oszlopai, ezekbe tartjuk a különféle rendezvényeket, és Szekszárd, Paks, Kakasd, Bátaszéknek ezek a helyszínek vannak, amelyeken eddig rendeztük. 2012-ben mennyire népszerű a gyerekek körében a sakk? Vadászni kell őket? Hát elég komoly létszámmal szoktak megjelenni, főként a megyében folyó edzésmunkának köszönhetően. Pár nagy központunk van itt még, Paks, Szekszárd és a környékbeli városok, és ezeknek az edzői még így lendületből csinálják ezt a munkát. Nyilván nehezebb feltételek között a gyerek létszám is, van is érezhető az, hogy a szülők számára is azért a költségek, a hétvége az egyre értékesebb, így komoly szervező munkát igényel. De maga a sorozatunk az most már közel 20 éves, tehát van egy ilyen fölhajtó ereje ennek az egész dolognak, úgyhogy szinte magától is szerveződik a dolog, de ahogy mondom, érződik rajta, hogy azért most a létszámokkal gondok vannak. Színvonalról beszéljünk egy szót. Magyarország nemzetközi szinten hová sorolható, mert ez meghatározza azt is, hogy a megye merre található. Hát itt azért az alapoknak a szélesítését jelenti ez a versenysorozat. Itt gyakorlatilag az iskolai szakkörökből a versenysakkozás felé induló gyerekeknek jelent ez egy lehetőséget, hogy próbálkozzanak, ismerkedjenek a versenysak sajátosságaival. A nemzetközi szintnek ehhez annyiban van köze, hogy ugye azért nyilván egy komolyabb alapokról szerveződik egy tehetségkutatás, akkor van esély arra, hogy nagyobb tömegek vesznek részt, aminek egyik része ugye azt a célt szolgál, hogy legyenek ellenfelek. A másik terület pedig a tehetségkutatás, ami megint egy nagyon fontos dolog lenne. Itt nagyon érezzük ennek a tömegbázisnak a hiányát, ami érezhető mindenütt, talán minden sportban gyakorlatilag. Ha a magyar vízilabdát nemzetközi szinten az élre soroljuk, és a magyar futballt annyira nem az élre, a magyar sakkot hová sorolhatjuk? Hát ebben a, pontosabban az előző évben az Európa-bajnokságon harmadik lett a csapatunk, tehát eléggé meglepő, hogy a feltételek, gyengébb feltételek között is azért ott vagyunk a világ élvonalában. Különösen ugye az a generáció, aki a Polgár Judit, Lékó Péter nevével fémjelzett. Most egy pár fiatal van, aki esélyes arra, hogy ezt az űrt majd kitöltse, ami egy olyan 10-15 év múlva fog jelentkezni. Hát itt is egy ilyen szisztematikus nevelő munkára lenne szükség, ugye ezeknek az orgonasípoknak itt föl kell épülni ahhoz, hogy aztán generációra megtaláljuk azt az
összeállítást, amivel nemzetközi szinten ott lehet lenni. Hát egy példát hadd mondjak, komoly lépések történtek más országok, például Örményországban bevezették az általános iskolai sakkoktatást minden iskolában. Ugye ennek az apropója az volt, hogy az olimpia győztes az örmény válogatott volt. Hazai pályán játszott a hétvégén megyei első osztályú labdarúgó csapatunk. A tavaszi szezon második fordulójában a hazai közönség előtt is bemutatkozott a DFC. Cikót fogadtuk hazai pályán. A Cikó jó középcsapat, tudtuk, hogy kemény ellenfélre számíthatunk. Az első félidő kiegyensúlyozott játékot hozott, mindkét oldalon adottak helyzetek, de látszott, hogy egyik csapat sem igazán küzdött, nem akart a dűlőre vinni a dolgot. A szélviszonyok kissé befolyásolták a labda menetét, ezt már érezni lehetett az első percektől kezdve. A második félidőben a Cikóiak voltak határozottabbak, az 50. percben sikerült gólt szerezni, ez ilyen talált gól volt. Minden esetre a gól nem inspirálta nagyobb erőbedobásra a földvári fiúkat, továbbra is meglehetősen lazán játszottunk, nem volt átütő erő a játékunkban. Ennek eredménye lett egy újabb Cikói gól a 65. percben. 0-2 állásnál bizony a földvári fiúk későn kapcsoltak. Ezután helyzeteink adódtak, a 85. percben Frölik szép fejes góllal szép. 10 perc volt hátra, sajnos ebben az időszakban a földvári játékosok nem tudtak újabb gólt szerezni, tehát DFC Cikó 1-2. A fiatalok viszont nagy gólarányú 5-1-es győzelmet arattak. És nem sikerült pontot szereznünk, pedig közel álltunk hozzá, hiszen nagyon szoros eredmény született. Az utolsó percekben még volt lehetőségünk egyenlíteni, sajnos nem sikerült. Miért nem, Gábor? Hát ez nehéz megmondani, én úgy érzem, hogy az első fél időben meg kellett volna szereznünk a vezetést, hiszen akkor a szél minket támogatott. Ezt nem tudtuk kihasználni, és a második fél időben találtak egy gólt, visszaálltak, utána egy kontrából rárúgtak még egyet, 2-0 az kényelmessé tette őket, és nekünk is ennyi mindent meg tud változtatni egy gól. Amikor berúgtuk a szépítő találatot, akkor sikerült olyan nyomás alá helyezni, amit eddig az egész meccsen nem. Voltak helyzeteink utána, talán kicsit korábban kellett volna ezt a szépítő gólt elérnünk. Igen, de az lett volna a legegyszerűbb, hogyha mi szerezzük meg a vezetést, akkor sokkal könnyebb dolgunk lett volna. Az első fél idő valóban olyan kicsit langyos játékot, egyik csapat sem akarta dűlőre vinni a dolgot, a második fél idő pedig már kevés volt nekünk. Hát igen, én is így érzem, pedig erőnléti problémáink biztos, hogy nincsenek. Január 2-án elkezdtük a felkészülést, néhány NB1-es csapat is csak január 16-án. Heti 4-5-öket edzettünk, rengeteg edzőmeccset játszottunk. A munka bennünk van, reméljük, hogy ez kamatozni fog a későbbiekben.